fog itt a mesőből fotárt a konzultinkon, mi Amazon partnerek vagyunk, és azzal foglalkozunk, hogy cégeknek segítünk a felhőbe kerülni. Először is föltennék egy kérdést, hogy ki hallott már a Kubernetesről. Ki használta már? A többiek meg utána néznek. Szóval arról szeretnék most előadást tartani, hogy igazából hogyan lehet és hogyan hatékony a Kubernetes-t Amazonon futtatni, milyen problémák vannak ezekre, mi hogy találtunk megoldást. Igazából van egy open source projektünk, amit kitettünk GitHub-ra, és bárki használhatja. A legnagyobb probléma az, hogy az Amazonon még nincs egy ilyen one-click solution, hogy ha valakinek szüksége van blokkereket futtatni Kubernetes-ben, akkor azt így könnyen és egyszerűen meg tudja tenni. Ezért mindenfajta kerülő megoldások vannak, ez a Google felhőben egyszerű, de Amazonon nem annyira. Van egy LKS nevezetű service, az még Linuxban van, igazából senki nem kapott hozzáférést, akiről mi tudunk, úgyhogy ezt nem tudják tesztelni, mi sem tudjuk, hogy az működik vagy nem működik. Vannak különböző megoldások, de mindegyiknek van valami problémája, és ezért gondoltuk azt, hogy mi kidolgozunk egy nem túl szerendedik megoldást, ami nem olyan túl sok van, de egyet több. Szóval a célunk az volt, hogy a fejlesztőknek, akik jelenleg Docker-ben fejlesztenek, konténerizált alkalmazásokat, egyszerűen és hatékonyan tudjanak Amazonba deployolni Kubernetes clusterre. Nagyjából így néz ki, röviden, egy rakás hárombetűs kifejezés van. Nem állít neki ezt elmondani, mert 5 percben körülbelül 150-szer tudnám a Kubernetes szót elmondani. De a legjobb az, hogy a mi megoldásunk, amit a nyilvánosság elé várunk, illetve open source-t tettünk, segít lecsökkenteni az időfaktor, a biztonságban segít, illetve a fejlesztő barátunkban, ez egy one-click solution, úgynevezett kickstart. Így néz ki az architektúra, majd leegyszerűsítve, amit a megoldásunk az Amazonon létrehoz. Ez egy full scale, fault tolerant, high level architektúra, egy cloud formation-nál egy kattintással el lehet indítani. Ebből több verzió is létezik a GitHub Project Page-ünkön. Olcsó, közepesen olcsó, illetve drágább. Ez alatt azt értem, hogy hány darab gépet indít el, és hány darab nódra van szükség. A minimum az 3 nód ebből, amit ha valaki ki szeretne Kubernetes-en futó Docker alkalmazást próbálni, akkor annyi kell minimum elindítani és kifizetni el. Szóval a megoldásom viszonylag egyszerűre sikerült, a háttérben elég bonyolult azért. 100%-ig Kubernetes és Cox kompatibilis. Cox-ról hallott valaki? Kubernetes Operations. Nem? Egy? Kettő? Ez egy olyan binary, amit a Kubernetes Project Base-eként fejlesztenek, és leegyszerűsíti Command Line Tool-ként a Kubernetes cluster létrehozását. A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnénk volna még megkönnyíteni, az a CI/CD pipeline-ok, tehát a Development Kubernetes-re leegyszerűsítése és támogatása felhőben. Most erre is kitaláltunk egy nagyon jó megoldást, hogy hogyan lehet ezt ugyanúgy Cloud Formation-nál egy kattintással elindítani és hozzákötni a meglévő futó Kubernetes clusterhez. Az erről magáért beszél, nincs lehet a túl sok elem és túl sok hárombetűs rövidítés. Egy kattintással, hogyha a developernek már van egy Kubernetes cluster, utána ezt fel tudja lehet tenni, meg tudja adni a paramétereket. Ennek az előnye az, hogy igazából nincs benne secret management. Aki használ már Kubernetes-t és tudja, hogy hogyan működik, mindig az a rákfenője, hogy kell az embernek egy kubectl nevezetű parancs, azzal tud alkalmazásokat kideployolni, azzal tudja menedzselni magát a clustert, illetve a POPS is így működik. Összeközöttük ezt a co-deploy-jal, ami azt jelenti, hogy magán a
egyik gépen a Kubernetes clusterből, amit patchenhostnak hívunk, ami biztosítja a clusternek az internet hozzáférését. Ezen vannak a szikletek, erre belses hámból vagy esetleg VPN-en kapcsolódva az egész cluster elérhető, természetesen a clusteren futó alkalmazások is elérhetők ezekben. Code commit, code deploy, code pipeline, Amazonos szolgáltatások, a legegyszerűbb ezekkel pár kattintással összerakott és hozzá kapcsolható az adott clusterhez a megoldáson adunk. Plugin deployment az a kvázi adott, hiszen a Kubernetes önmagától támogatja. Működő példára, ami jelenleg is volt, szeretnék mutatni egyet, ami nem Amazon, nem kifejezetten Amazon építőkockájából épül fel, de Amazon a futó kódi Kubernetes clusterre deployol. És ugye a Bitbucketet, vagy esetleg a GitHubot is lehet használni, jelen esetben az egyik Bitbucketet használ. Atlassian Bamboo-val, Amazon AppShare Poker, Container Registry-vel, SRM Artifactory-val megtámogatva, össze van kötve a Kubernetes Cluster-ral, és meglepően gyorsan működik. Egy build és egy deployment körülbelül egy perc alatt befut és kikerül a Cluster-re rolling helyettel. Azt hiszem, hogy el is fogyott lassan az időm, az úri ember mutatva. Nagyon köszönöm a figyelmet. Mi azt tervezünk még, hogy ezt az egész témát majd ki fogjuk fejteni sokkal. Ezekről órákat is lehet beszélni akár. Mindegy-egy eleméről, mind a Kubernetesről, mind a CI/CD pipeline-ról, és más meetupok keretében ezt, ahol hosszabban lehet erről beszélni majd. Köszönöm a figyelmet. Kérdéseket várok az agyos előadáshoz. Ez csak AVS-en működő megoldás, vagy esetleg bevett állam is lehet? Hát mivel a Kubernetes cluster igazából lehet futtatni máshol is. Mi igazából AVS-re gondoltuk ezt a megoldást, hiszen az egy elég elterjedt felhőszolgáltató, nincs rá egy ilyen exakt mindenki által használható egyszerű megoldás, hanem mindenki magát fog próbálni összetákolni, lehet, hogy mi is egy vagyunk a sok közül, de annak nincs akadály, kis módosítással ez bármi talán is használható legyen, hiszen például a COPSOS használható VMware-en is, tehát hogyha már azzal épül fel a cluster, meglévő bootstrap scriptek, illetve YAML-fájlok kis módosításával futatható akár Azure-on, akár VMware-en, Amazon-on is, a Google Cloud-on pedig adott automatívan támogatott a Kubernetes. Csak egy komment, hogy a Kubernetes az Azure-on is natívan támogatott most már. Amikor én láttam, még preview-ban volt. Van egy, ami preview-ban van, meg van egy régebbi, ami már normálisan működik is. Most jelentheti be, hogy a Digital Ocean is lesz valami megoldása. A Digital Ocean is most jelentett a valóságát. Hát igazából a Kubernetes megoldás ugye több cégnek is van, arra lehetnek ott az OpenShift, a VMware-nek a Pivotal Container Services, mindegyik 100% Kubernetes. De valamelyik open source is most nem tudom. Talán Pivotal nem az, az OpenShift az, tehát használható. Mi egy nagyon egyszerű, ennek egy leegyszerűsített verzióját akartam mutatni több különböző változatban, amit hallgatom, és valaki ki szeretnénk próbálni, egyszerűen megteheti ezt. És oké, hogy open source, de ebből üzletet csináltok valahogyan, tervezitek? Így van. Hát az üzlet igazából hasonló, mint mondjuk a Red Hat-nél, tehát támogatást is adunk hozzá, hogyha mondjuk van egy fejlesztői közösség, egy cég, ők nem szeretnének azzal foglalkozni, hogy belemerülnek a Kubernetes mélységeiben, mert viszonylag nagy a tanulás ideje, elég szerte ágazó projekt, mi ezt támogatjuk és ebből élünk, hogy segítünk nekik bevezetni és utána támogatni is a jövőben. Mondtad, hogy sok ilyen
van klik próbálkozás van, és ti hogy miért hogy jutottatok arra a döntésre, hogy saját csinálni? Igazából az volt a helyzet, hogy akinek legelőször szerettük volna ezt, ők mondták, tehát egy ügyfelünk indukálta ezt. És neki kellett egy olyan megoldás, ami integrálva a VPN-el, tehát a belső irodai hálóból össze tudják kötni a Kubernetes Cluster, hogy nincs egyáltalán nyitva. Tehát a Kubernetes Cluster elemeinek nincs publikus IP cím senkinek. És ebből adódott az, hogy utána már kis lépések hozzáadásával tovább és tovább és tovább fejlesztettük, és akkor eljött a döntés, hogy akkor ezt az egészet tegyük open source, mert elérhet egy olyan kódminőségre, egy olyan szintre, hogy ezt kimerjük tenni a nyilvánosság elé és bárki használhatja.